hárman közülünk Hollandiában éltünk, és ott találkoztunk, azonban egy negyedik taggal én itt Budapesten találkoztam, ő pedig a Cserjési Kinga volt. Bartók Béla zenéjének a szeretete, aztán mégiscsak ez volt a kulcs, ez volt az igazi összekötő kapucs. Ez így van, mindannyian nagy tisztelői vagyunk Bartók Béla művészetének és zseniének, és volt egy koncertünk, amin már ilyen szólisztikus felállásban énekeltük Bartók Béla egynemű karaiból vagy 3 darabot, és utána kezdtünk el arról beszélgetni Seregné Németh Dórival, hogy ebből egy egész programot össze lehetne állítani, és meg lehetne vele örvendeztetni egész Magyarországot, és valamit hazavinni abból, amit Hollandiában megtanultunk. Régi zenészként, kamaraénekesként. A 70 éves évforduló, miszerint szeptember 26-a az a dátum, amikor ugye 70 évvel ezelőtt Bartók Béla elhunyt. Ez is apropója volt annak, hogy végül is egy Bartók összeállítás született? Igen, nagy szerepet játszott abban, hogy ez a program megszületett. Hegyek összlakások, hegyek összlakások. Nagyon-nagyon izgalmas napok vannak mögöttünk, ami minden bizonnyal mindannyiunk számára fárasztó, de mégis egy hatalmas feltöltődést is jelentett. Együtt a magánhangzók egymásba hangzásával teltek el percek, tehát gyakorlatilag itt egy-egy szótagról beszélünk, és a közös munkának azt gondolom, hogy valóban varázsa volt itt ezekben az elmúlt napokban Somogyváron. Balatonboglár is nagyon sokat mond a számomra, hiszen fiatal pályakezdő éveimet töltöttem Balatonbogláron, egy nagyon kedves általános iskolába, énektanárként, és a zeneiskolában szolfést oktattam kisgyermekeknek. Ez egy elég hosszú időszak volt az életemből. A zenei életbe is bekapcsolódtunk, és valahol innen eredeztethetem a kamara ének kapcsolatos indítatásomat, tehát valahol a kezdetek kamaraénekesként Bogláron, Balatonbogláron kezdődtek, ott indult el. Gyűjtik a csordákat, csingilingilánga, hajtják a marhákat, csingilingilán. Tino-bino-nyószágocsák, anyagukon harangocsák, csingilingilánga, kinak az utcán.
Én igazából 9 éves koromtól 17-18 éves koromig, igen, utcazenészként léptem fel nagyon sokat. Ez egyfajta életforma volt annak idején. Európa szerte jártuk az országokat, még annak idején apukámmal, meg a testvéreimmel autóstoppal, és én a nagyobb városokban, a tereken, sétáló utcákon énekeltem. Mikor érzett rá igazán az ízére, hogy ezt komolyabban kellene csinálni? Hát én ezt tulajdonképpen mindig elég komolyan gondoltam, egyfajta ilyen gyermeki komolysággal, ahogyan egy gyerek a játékot, a játszást komolyan veszi. De találkoztam időközben, hát útjaink során olyan emberekkel, akik ezt így konkrétan javasolták nekem, hogy nekem ez akkoriban úgy esett le, hogy hát tudod, aki ilyesmivel akar foglalkozni, annak a konzervatóriumban van a helye, mert állítólag a konzervatóriumban, a Zeneakadémián ilyesmivel foglalkoznak, és nagyon sokat lehet ott énekelni, zenélni, és ez nekem nagyon tetszett. Hollandiában próbáltak el össze? Hollandiában véletlen folytán, egy utcaéneklés folytán Utrechtben összeismerkedtünk egy családdal, Frieslandon élő családdal, a Van der Mark Westra családdal, és ők igazából engem meghívtak a házukba, hogy ott ezzel segítsék a tanulmányaimat, és akkor én felvételiztem ott először a Groningeni konzervatóriumba, ott felvettek, aztán később átmentem Maastricht konzervatóriumba, Zeneakadémiára. Én már régóta nagyon-nagyon szívesen énekeltem volna Magyarországon. Most ugye én az időm nagy részét éveken keresztül Hollandiában töltöttem, a tanulmányok miatt főleg, és akkor főleg nyaranta jártam vissza családot látogatni eleinte. És én most rendkívül örülök annak, hogy ezzel nem sokkal a mesterdiploma megszerzése után egyike az első ilyen aktivitásoknak, hogy Magyarországon is van egy ilyen koncert, ennek rendkívül örülök. Tehát például, hogy a közönséget magyarul megszólíthatom, hogy most például magyar programot is énekeltünk, tehát hogy és Bartók, hát, szóval ez egy álom, ez egy fantasztikus élmény nekem, hogy most ezt így tudjuk csinálni a lányokkal. Ezt kéne énekelni, hogy ég a gyertyaik, enne aludjék, aki lángol látni akar, mind legugoljék. Egyszerű, vagy egyszerű. Na, akkor csináljuk most ezt meg együtt, és akkor utána, amikor ti végeztetek, akkor mi tovább énekeljük a Bartók féle verzióját ennek a játéknak, jó? Legyen kétszer. Kétszer? Kétszer. Rendben van, akkor kétszer. Még a gyertyaik, enne aludjék, a világot látni akar, mint legugoljék. Még a gyertyaik, enne aludjék, a világot látni akar, mint legugoljék. Még a gyertyaik, a gyertya. Amikor elvégeztem Budapesten a Zeneakadémiát, akkor Hollandiába mentem régi zenét tanulni. Ugyanazt a szakot végeztem, amit a Johanna és a Dóri most, de én egy pár évvel korábban. És ott tanultam a régi vokális kamarazenét, és utána visszajöttem Magyarországra, mert ott Hollandiában emellett a régi zene mellett megismerkedtem egy nagyon izgalmas énekpedagógiával, amelyet egy magyar énekpedagógus fejlesztett ki, de Hollandiában ismertem meg. Szamosiként ismerik. Így van. Szamosi Lajos pedagógiájáról beszélek, és
Ott Hollandiában, egész pontosan Hágában megismerkedtem egy volt növendékével, Szamosi Lajos egyik volt növendékével, és amikor visszatértem Budapestre, akkor egyből elmentem Bécsbe, ahol megismerkedtem Szamosi Lajos gyermekeivel, Szamosi Edvinnel és Szamosi Heddával. És ott tanultam, és kezdtem el tanulmányozni az ő énekpedagógiájukat. Johannát úgy ismerem, hogy ő tanul nálam énekelni, tehát ő az egyik növendékem. És aztán volt egy közös koncertünk decemberben, 2014 decemberében, régi zenét énekeltünk, régi olasz darabokat, és valahogy úgy alakult, hogy ők felvetették ezt az ötletet a Dórival, aki ők ketten együtt tanultak Tilburgben, és aztán úgy kerestek még embereket, akik vállalkoznak erre a koncertsorozatra, és akkor így kérték meg a Veronikát, meg engem, hogy csatlakozzunk a csapathoz. Nagyon fontos, hogy mindannyian kamara éneket tanultunk. Tehát nem csak egyénileg énekesek vagyunk, hanem azt is megtanultuk, hogy kell együtt énekelni. Ez egy külön műfaj, azt kell mondjam, az énekesi szakmán belül. És ezen kívül én karvezetést is végeztem a Budapesti Zeneakadémián, ahol nagyon komolyan tanulmányoztuk a kórus éneklést, tehát az intonációt, meg sok más egyéb dolgot a kamara éneklés és a közös énekléssel kapcsolatban, és akkor így együtt összeadjuk mindazt, amit tudunk, és ebből lesz ez a színvonal. És ez még csak a kezdet. Ne menj el, ne menj el, a zene szeretetet már az anyamében tanultam meg a baptista gyülekezetben, és rengeteg éneket énekeltem kicsi, hónajcirkáló korom óta, nagyon pici korom óta, és talán az első szólót a Hétalmi Pát Károly Csilingelő Halangocskák című kis karácsonyi énekét, 3 vagy 4 éves lehettem, amikor édesapám kezét fogva elénekeltem kíséret nélkül a gyülekezetben, és ezután édesapám, aki orgonál és zongorázik is, ő kísért engem a gyülekezeti szolgálatok alkalmával, amikor szólót énekeltem. Egyszerű baptista énekeket, a karénekekből, azokat, amiket szólóba is el lehet énekelni. Majd amikor 7. osztályos koromtól a Békés Csabai Evangélikus Gimnáziumba bekerültem, körülbelül onnan kezdtem el a Békés Csabai Bartók Béla zeneiskolában tanulni. Először 2 év klarinétot, majd zongorára mentem, végül kikötöttem az éneklésnél. Eznek pedig az volt az apropója, hogy a bátyámnak a bemerítésén énekeltem a Ha Isten békéje lakja szívemet című éneket egy sajátos feldolgozásban, és ez a bemerítés Békésen volt, és az ottani karvezető, az Erdélyi István figyelt fel arra, hogy mekkora nagy már akkor az ambitusa a hangomnak, akkor voltam 17 és fél éves, és ő mondta, hogy talán van üresedés a Békés Csabai Zeneiskolában magánének szakon, és pont volt egy hely üresedés, amit én mai napig isteni gondviselésnek és útmutatásnak tartok, hogy én nekem ezt a szakmát kellett választanom.
A baptista teológián két örömteljes évet tölthettem, karvezetés szakon Olá Gábor keze alatt, és ez idő alatt a fiához jártam Olá Zsolthoz magánének órákra. Ott tanultam meg a karvezetést, aminek később Hollandiában igen nagy hasznát vettem. Révész László a családunknak nagyon régi barátja és nagyon kedves barátja. Édesapámat is tanította orgonálni az egyházzenei tanfolyamon egy évet, és ő volt az, aki azokon a felvételeken, amiket később felvételiként elküldtünk Hollandiába, Tilburgbe a felvételimhez, ő kísért engem zongorán. És a jó barátság, a jó ismerettség megmaradt, és én tudtam, mert énekeltem a műveit a baptista rendezvényeken, kórus találkozókon, hogy ő egy jó zeneszerző. Nagyon kevesen vannak Magyarországon, meg egyáltalán zeneszerzők között, akik énekelhető és hallgatható, tehát ezt a kettőt ötvözve képes olyan vokális művet komponálni, amit elő is lehet adni. Amint azt már említettük önöknek, egy meglepetéssel akarunk önöknek kedveskedni, és egyben Bartók emlékének is. Egy nagyon kedves zeneszerző barátunk, Révész László, a kecskeméti orgonaművész, zenetanár és zeneszerző, komponált az együttesünk számára két népdalfeldolgozást, ezt fogadják tőlünk szeretettel.